Köszönöm szépen a meghívást, és én is üdvözlök mindenkit. Világos Blanka vagyok, másodéves fizikus hallgató vagyok az ELTE-n, valamint én már több mint 2 éve vagyok kutatói asszisztens a Konkoli Tege Miklós Csillagászati Intézetében, ahol egy nukleáris asztrofizikai kutatócsoportban dolgozom. És így az előadásom is erről fog szólni, vagy eredetünk kozmikus kohóiról. Először is vessünk egy pillantást arra, hogy a modern csillagász az hogyan dolgozik, ugye? Sok emberben az a képé, hogy hát a csillagász ez kimegy az égból, talál kis távcsövével, ez az én kis hobbi távcsövem, és akkor vizsgálja a csillagokat, és ebből jól megél. Hát nyilván a nézőközönség is tisztában lehet vele, hogy ez immár nem így van. Természetesen a csillagászok használnak távcsöveket, de borzasztó nagyokat és szofisztikáltakat, akár több méter átmérőjűeket, akár a Földön, akár az űrben. És ugye az elektromágneses spektrum minden tartományában vannak már távcsöveink. Tehát egészen kinyílt számunkra a világegyetem. De továbbra se tudunk oda menni a csillagokhoz. Ugye ez a fő bajunk, hogy nem tudjuk közvetlenül megfogni a kutatásunknak a tárgyát, csak bizonyos közvetett információkból tudunk bármit is mondani róluk. Szerencsére ugye az utóbbi években már a gravitációs hullámok és a hullámokat is tudjuk észlelni. Ugye 2015-ben volt az első észlelés, és azóta már ez is egy lehetséges eszköz arra, hogy vizsgáljuk a távoli objektumokat. De természetesen mire sem mennénk, hogyha csak nézegetnénk ezeket a távoli jelenségeket, természetesen be kell dobnunk egy kis elméletet, utána pedig leülünk a számítógép mögé, és programozunk, modellezünk, vagy valami mást dolgozunk a gépünkön. Így néz ki egy modern csillagásznak az életen. De természetesen semmire sem mennénk, hogyha nem vennénk figyelembe a fizika többi területét. Nyilván azokkal egyeznünk kell, ugyanis a fizika törvényei univerzálisak, és hogyha ellentmondásba kerülünk mondjuk nukleáris fizikai kísérletekkel, akkor valószínűleg rossz az, amit csinálunk, és valakinek módosítania kell az elméletén. Azonban van még egy szerencsés lehetőség arra, hogy még közelebb hozzuk azt, amit vizsgálunk, hogyha el tudunk oda menni közvetlenül. Például a Marsra a Perseverance rover nemrég érkezett meg. Természetesen ez a rover közvetlenül tudja a kőzeteket vizsgálni, de arra is várhatunk, hogy a sült galamba szánkba hújjon, és egy meteoritot is vizsgálhatunk mikroszkóp alatt, ami házhoz érkezett. Ez a csátonyai meteorit egy polarizációs mikroszkóppal, és természetesen ebben is vizsgálhatjuk az összetételét ennek a kőzetnek. A nukleáris asztrofizika az egy borzasztó széles terület, így mindenféle tudományterületnek a határán, és mindent felhasználunk az előbb felsoroltak közül ahhoz, hogy felfedhessük azt, hogy hol keletkezhettek a nehéz elemek, azok, amik minket is, vagy a mindennapi tárgyainkat alkotják. Na de nézzük is meg akkor, hogy mi ugye a nukleáris asztrofizika kérdés. Ugye már mondtam, hogy hol kezdődnek a nehéz elemek, azaz hol indul be a heavy metal. Ugye azt tudjuk, vagy hát tudhatjuk, hogy a nagy tömegű csillagokban létrejöhet a fúzió a vasig. Ugye az ősrobbanásban főként hidrogén, kis részben hélium keletkezett, minimálisan keletkeztek csak nehezebb anyagok. Tehát mégis, hogy lehet a Földön vas? Hát úgy, hogy a csillagok szépen az életük során az energiatermelésükkel egyre nehezebb és nehezebb elemeket állítanak elő. Azonban ez csak a vasig lehetséges, ugyanis a vas a legstabilabb elem mindközül. Itt, hogyha vetünk egy pillantást erre a csodálatos ábrára, itt a neutronok neutron szám függvényében látjuk a proton számot, ugye itt a függőleges tengelyen különböző elemek vannak egymás után, tehát mondjuk a vas az itt a 26-os rendszámnál található. Ugye, hogyha egyetlen protonszámhoz egyetlen neutronszám tartozhatna egy adott elemnél, akkor ez csak egyetlen vonal lenne. De ugye vannak különböző izotópok, ezért így szépen vízszintesen is kiterjedt ez az ábra. Itt az összes lehetséges konfiguráció létrejöhet, amit itt a színes régióban látunk.
Azonban ezek nem stabilak, csak azok, amik feketével vannak bejelölve. Ezt hívjuk a nukleáris stabilitás völgyének, ugyanis ezt úgy képzelhetjük el egy 3D-s ábrában, hogy a völgyben a legkisebb az energia, és attól távolodva egyre magasabb, és ugye minden az energia minimumra törekszik a természetben. De ez a völgy sem ugyanolyan mély. A legmélyebb pontja az a vasnál található, tehát az a legstabilabb elem, és minden erre fele törekszik. Nyilván a természetben, ami energetikailag nem kedvező, az leginkább sehogy nem fog létrejönni. Tehát ugye a fúzióval a könnyű elemekből egyre nehezebbek jönnek létre, de hát a vas a legkedvezőbb, ennél tovább nem fog fúzióval épülni ez a nukleáris stabilitási völgy. Akkor mégis hogy láthatunk a Földön aranyat vagy higanyt? Hol jöhettek azok létre, és erre főképp a neutronbefogásos folyamatok adnak magyarázatot, amiből kettőt különböztetünk majd meg. Ezek a neutronbefogásos folyamatok úgy működnek, hogy egy vasmagon egy neutron befogódik, és egyre nehezebb és nehezebb elemek épülnek fel, egyre több neutron becsapódásával, vagy befogásával. Azonban az nem mindegy, hogy mennyi neutron van jelen ebben a környezetben, ugyanis a neutron kitettség függvényében más-más folyamatok zajlanak. Ugye általában egy neutron befogással egy instabil elem keletkezik, ami bizonyos felezési idővel radioaktívan elbomlik, és a nukleáris stabilitási völgy felé törekednek ezek az elemek. Azonban, hogyha nagyon gyorsan érkeznek egymás után a neutronok, akkor a keletkezett termékeknek nincs idejük elbomlani, és így radioaktív izotópok fognak be egyre több és több neutront. Ezt hívjuk gyors neutronbefogásos folyamatnak, azaz rapid folyamatnak, az R folyamatnak. Azonban, hogyha viszonylag kicsi ez a neutron kitettség, akkor van idejük elbomlani a keletkezett elemeknek, ezt hívjuk S folyamatnak, azaz lassú neutronbefogásos folyamatnak. Azonban ezt még mindig nem tudjuk, hogy hol jöhetett létre a világegyetem, szóval vessünk erre egy pillantást. Az S folyamat, ugye a lassú neutronbefogásos folyamat, az sokkal könnyebb vizsgálni, mint az R folyamatot, hiszen kisebb energiákon zajlik. Ez a kis és közepes tömegű, az legfeljebb 8 naptömegű csillagok egyik végső fejlődési állapotában, az úgynevezett AGB, ez az aszimptotikus óriásági csillagokban jön létre. Ugye egy csillag fejlődését, kis tömegű csillag fejlődését így képzelhetjük el, szépen létrejön, utána összehúzódik, beindul a magjában a hidrogénfúzió, ez egy borzasztó, stabil állapot, ezt hívjuk fősorozatnak, a nap is éppen ebben az állapotban van, aztán ahogy elfogy a hidrogén a magjában, elkezdi a héliumot égetni, felfúvódik, vörös óriás lesz belőle, majd hogyha már a hélium is elfogyott, akkor egy szénoxigén mag marad hátra, és akkor még jobban felfúvódik, és eléri ezt az aszimptotikus óriáságot, és ekkor van benne elég neutron ahhoz, hogy létrejöhessen ez az S folyamat. Utána az AGB csillag szépen lefújja magáról a külső rétegeit, és a magja ezt egy fehér törpeként marad hátra, amiben már nincsen nukleáris energiatermelés, ez szépen előbb-utóbb ki fog hűlni. Azonban az AGB csillagokat eléggé nehéz és körülményes közvetlenül vizsgálni, ezért én is például a TDK munkámban bárium csillagokkal foglalkoztam. Ezek olyan csillagok, amik még nem érték el az aszimptotikus óriáságot, azonban mégis megfigyelhető a felszínükön ez az S-elemekben való dúsulás. És ez sokáig nagy ellentmondást okozott, amíg ki nem derült, hogy ezek kivétel nélkül kettős csillagrendszerekben találhatóak, ami nem meglepő, hiszen a csillagok eléggé nagy hányada kettős vagy akár még többes rendszerekben található. És a társuk az egy fehér törpe, tehát az már átélte az AGB fázist, és annak folyamán átadhatott tömeget ennek a bárium csillagnak, és ezért láthatjuk a felszínén ezeket az elemeket. És én a munkámban bárium csillagok készléseit vetettem össze modellekkel, és ezzel dolgoztam, de még ennél is sokkal izgalmasabb folyamatok vannak még ma este hátra. Az R folyamat, azaz a gyors neutronbefogásos folyamat, ugye sokkal nagyobb energiákon zajlik, azt tudjuk, annyit tudunk, hogy nagy energiás robbanásos folyamatokban jöhet létre. De azt, hogy pontosan hol, azt a mai napig nem tudjuk biztosan. Vannak különböző elméletek, ugye mondjuk a szupernova robbanás, az nagy tömegű csillagok
életének a végén jön létre. Ugye, amikor a vashoz elér a magban a fúzió, akkor már nincs további fúzió, megáll a sugár, megszűnik a sugárnyomás, és a csillag elkezd összeroskadni, és ilyen borzasztó gyorsan összeomlik a mag, és a külső rétegek erről visszapattanak, és egy borzasztó nagy robbanást figyelhetünk meg. Hát hol máshol jönne létre az R-folyamat, ha nem itt? Sokáig az is volt az egyik legnépszerűbb elmélet, hogy a szupernovákban felszabaduló neutrinók okozhatják ezt, ugyanis a szupernovák energiájának a döntő hányadát a neutrinók viszik el. Ugye ezek borzasztó kicsiny és kicsiny részecskék, amik nem hatnak kölcsön szinte semmivel. Mégis ezeknek a szele okozhat egy extra nukleoszintézist a lerobbanó anyagban, és ebben talán létrejött az R-folyamat, de ez mostanság már egy kevésbé közkedvelt elmélet. De más szupernováknak is tulajdonítják ezt a folyamatot, ilyen például a különféle borzasztó erős mágneses térrel, vagy akár forgással rendelkező szupernovák, ilyen borzasztó, bonyolult alakban robban le róluk az anyag, és akkor itt ez elég lehet szintén ahhoz, hogy az R-folyamat létrejöhessen. Ezek viszonylag modern szimulációk. Mégis a legközkedveltebb elmélet a különböző kompakt objektumok, úgy mint a neutroncsillagok, vagy akár a fekete lyukak ütközése. Ugye, ha egy nagy tömegű csillag leérte az életét, akkor szupernova robbanás után egy neutroncsillag maradt hátra, vagy hogyha még nagyobb tömegű volt, akkor egy fekete lyuk is maradhat. Ugye a csillagok továbbra is nagyrészt kettős rendszerekben helyezkednek el, és senki nem tiltja meg nekik azt, hogy leéljék az életüket, és utána neutroncsillagokként keringenek egymás körül, vagy akár fekete lyukként. De bizonyos hatások révén ezek elkezdhetnek közeledni egymáshoz, bespirálozni, és egy borzasztó nagy robbanás során egy ütközéssel egyesülni. Ugye nyilván a neutroncsillagok nevében benne van, hogy ez neutronokból áll, tehát neutronból nem lesz hiány, itt akár könnyedén létrejöhet az R-folyamat maga. Ugye, hogyha fekete lyukkal ütközik akár akkor is. Ez ugye akkor lett egy nagyon népszerű elmélet, amikor 2017-ben az egyik gravitációs hullám észlelést távcsövekkel is meg tudták figyelni, és a spektrumában észlelték az R-folyamat elemeit. Tehát így már szinte biztosak lehetünk abban, hogy ez közrejátszhat az R-folyamatban, de arról még azt még mindig nem tudjuk, hogy mekkora részben és milyen körülmények között mégis. De az is lehet, hogy egy eddig felfedezetlen, más, nagy energiás folyamat állhat a hátterében. Ez egy borzasztó aktív kutatási terület. Ugye az a legnagyobb bajunk, hogy vannak modelljeink, de ezt valahogy össze kell kapcsolni az észlelésekkel. És ez az elem összetétel esetén egy nagyon bonyolult kérdéskör és feladat. De szerencsére van nekünk egy olyanunk, hogy naprendszer, ahol közvetlenül láthatjuk az elemeknek az összetételét. Vessünk egy pillantást a naprendszernek a történetére, ugyanis ez sokat elárulhat arról, hogy mégis hol keletkeztek azok az elemek, amik bennünket felépítenek. A naprendszer történetét úgy kell elképzelni, hogy szépen egy pár milliárd évvel az ősrobbanás után elkezdett kialakulni a tejútrendszer, ugye főleg hidrogén és hélium volt ebben benne. Létrejöttek az első csillagok, azok fúzióval és különféle robbanásokkal nehéz elemeket termeltek, és ezt a csillagközi térbe szétszórták. És ezzel egy nehéz elemekben dúsultabb csillagközi anyagot hoztak létre, és az új generációs csillagok már ebből születtek. Aztán nyilván ők is leélték az életüket, és így tovább, és így tovább. Tehát így folyamatosan egyre nehezebb anyagból épülnek fel a csillagok. Ezt hívjuk a galaxis galaktikus kémiai fejlődésének, vagy GCL-nek, elnézést kérek az angol ábráért. Ugye így folyamatosan változik a galaxisnak a kémiai összetétele. Azonban egy csillag úgy fog kialakulni, hogy létrejön egy hatalmas por és gázfelhő, amiben sok-sok csillag előbb-utóbb elkezd összehúzódni. Akár több száz, több ezer, vagy még több csillagról beszélünk ilyenkor, ugye ebből lesznek a nyílt csillaghalmazok, például a fias tyúkra is gondolhatunk, biztos sokan, vagy hát majdnem mindenki látta már. Ugye a nap is egy ilyen felhőből keletkezett.
ez szépen elszigetelődik a létrejöttekor a galaxistól, és az akkori állapotot őrzi a galaxis anyagából. Azonban azok a csillagok, amik nagyon korán létrejönnek, azok már akár elkezdhetik élni az életüket, akár fel is robbanhatnak, mire az adott felhőben egy másik csillag létrejön. Valószínűleg nem a nap volt az első, ami létrejött ebben a felhőben, tehát lehet, hogy már belülről is beszennyezte előtt egy másik csillag. De előbb-utóbb kialakult a csodálatos kis napunk, és létrejött körülötte egy ilyen törmelék korong, amiből később kialakultak a bolygók, de ugye ez továbbra is poros maradt, különböző kisebb kőzetek is itt maradtak, amik akár őrizhetik az ősi naprendszer anyagát. Szerencsére a meteoritokban vannak ilyen kis szemcsék, amik az ősi naprendszer anyagot őrzik, és ezt mi meg tudjuk vizsgálni mikroszkópok alatt. És ugye arról nem tudnánk sok mindent mondani, hogy mi történt a galaxisban előttünk, hogyha csak stabil izotópok lennének. Ugyanis azok mindig csak keletkeznek, de soha nem bomlanak el. Tehát abban benne van minden, hogy mennyi csillag keletkezett előtte a galaxisban, azok pontosan milyen folyamatok során termelték ezeket az elemeket. Tehát most abból, hogy egy milligramnyi stabil jódot látunk benne, hát nem tudunk semmit sem mondani. Azonban szerencsére a radioaktivitás egyféle stopperóraként szolgál nekünk, ugyanis hogyha tudjuk, hogy a naprendszer keletkezésekor egy radioaktív elemből mennyi volt jelen, akkor vissza tudjuk számolni, hogy ez vajon mikor keletkezhetett, hogyha tudjuk, hogy mennyit bocsátott ki egy adott folyamat. Tehát így valamit tudunk már arról mondani, hogy mikor történt az előző folyamat, ami ezt termelte. És például én is ilyeneket számolgattam. Itt láthatjuk, hogy az utolsó esemény, ami ezt kibocsátotta, arra vissza lehet következtetni. És az R folyamatnál azt látjuk, hogy egy 100-130 millió éve lehetett az utolsó esemény, ami beszennyezhette a naprendszert. Az S folyamat esetén egy 30-50 millió évről beszélünk, a még könnyebb elemek esetén egy 10-30 millió évről. Ez szépen egybecseng azzal is, hogy ugye minél kisebb energiájú egy folyamat, annál gyakoribb a létrejötte, tehát nyilván az R folyamat jön létre a legritkábban. Azonban még továbbra se tudjuk, hogy az R folyamat az hol jöhet létre, továbbra is ez a nagy égető kérdés. És erre született egy nagyon szép eredmény a kutatócsoportban, amiből egy science cikk is született. Ez két különleges izotópnak köszönhető, amit a meteoritokban meg lehet figyelni. A 129-es tömegszámú jód és a 247-es tömegszámú kürium, ez a két jelölt. Ezeknek viszonylag rövid a felezési idejük, tehát jó eséllyel csak egyetlen eseményt őriznek. Ugyanis, hogyha nagyon hosszú lenne a felezési idejük, akkor nem lenne ideje elbomlani az első eseményből érkezett mennyiségnek, mielőtt a következő bekövetkezne. De itt olyan időskálákról beszélünk, hogy ez valószínűleg nem játszik szerepet. Ami azonban még csodálatosabb, az, hogy gyakorlatilag azonos a felezési idejük. A jód esetén 15,7, a kürium esetén 15,6 millió évről beszélünk, ez tényleg bizonytalanságokon belül megegyezik, és ez azt jelenti, hogy az ő relatív arányuk állandó, ez befagyott az időben. Ugye a meteoritokban is nyilván egy másik izotóphoz viszonyítva tudjuk megmérni a mennyiségét, legalábbis az lesz a beszédes, hiszen az, hogy egy milligram van jelen, az semmit nem mond nekünk, de ha mondjuk azt mondjuk, hogy a radioaktív jód a stabil jódhoz képest milyen mennyiségben van jelen, arról már, abból már tudunk valamit mondani. Itt is azt láthatjuk, hogyha nyilván egy stabil izotóphoz viszonyítjuk a radioaktív izotópunkat, akkor a stabil izotóp szépen folyamatosan egyre nagyobb és nagyobb mennyiségben lesz jelen. Azonban a radioaktív az ilyen sztohasztikusan, hol nagyon, nagyon sok van jelen, hol pedig nagyon kevés. Itt az idő függvényében látjuk ezt az arányt,
a két különböző szín, az két különböző random szimuláció. Nyilván itt jön egy esemény, akkor a radioaktív jón mennyisége meglódul, utána elbomlik, aztán megint esemény, megint bomlik, megint esemény. És ezt így lehet elképzelni, és ugye eddig csak ilyen mérések voltak, igazából most is csak ilyen méréseink vannak, és egyáltalán nem mindegy, hogy mondjuk mi itt mintavételezünk, mert itt vagyunk az időben, vagy éppen akkor, amikor nagyon sok radioaktív izotóp van jelen. Tehát ez borzasztó sok bizonytalanságot behoz a számolásainkba, annyit, hogy igazából nem is tudunk semmit sem mondani arról, hogy mégis hol jöhetett ez létre. Ugyanez a kürium esetén a viszonylag hosszabb felezési idejű uránhoz tudják azt mérni. Azonban, hogyha ezekből képezzük a jódnak és a kőriumnak az arányát, akkor azt találjuk, hogy ez gyakorlatilag időben állandó. Ami egy nagyon, nagyon csodálatos dolog, ugyanis ezek egy folyamatban keletkeznek, és így rengeteg bizonytalanságtól megszabadulunk, és sokkal pontosabb képet kaphatunk arról, hogy ezek mégis honnan származnak. És ez volt a nagy újdonság, hogy ezt így észrevették a kutatócsoportban a társaim. Ami még nagyon csodálatos ezekben az elemekben, az, hogy nagyon különböző a tömegszámuk. Tehát ha megnézzük, a jódnak 129, a kőriumnak 247, majdnem kétszer olyan nehéz a kőrium, nyilván sokkal-sokkal több neutron kell ahhoz, hogy felépüljön. Tehát egészen más fizikai körülményekre van szükség ahhoz, hogy ezek létrejöhessenek. Nyilván, hogyha egy sokkal nagyobb neutron kitettségű folyamatról van szó, akkor több kőrium fog keletkezni, mint jód. És itt láthatunk egy ábrát, ahol ezt így össze lehet vetni különböző szimulációkkal. Itt a vízszintes tengelyen láthatjuk, hogy különböző modellek milyen arányt jósolnak. Az egyes pontok azok különböző nukleáris paraméterekkel vannak lefuttatva, tehát gyakorlatilag ezt vehetjük egy hiba határnak a modellek esetén. Itt az NSNS merger az a neutron csillagok összeolvadását jelöli, hogyha BH, akkor az a black hole, az a fekete lyukat jelöli. Itt látjuk, hogy sok ilyen összeolvadásos folyamat lett górcső alá véve, illetve ez a mágneses forgó szupernova is szerepelt a számítások között. És itt még azt figyelhetjük meg, hogy van ilyen dynamical ejecta, valamint disk ejecta. Ez abban különbözik, hogy a dinamikus kilökődés, az konkrétan, amikor lerobban ez a nagy külső réteg, akkor magában a lerobbant anyagban zajlik a nukleoszintézis. Ezzel szemben a disk ejecta, tehát az egy utólagos fűtés, tehát a kompakt objektum körül létrejön egy ilyen anyagfelhő, és abban egy ilyen fűtési folyamat során jön létre ez a reakció. És ugye ez nyilván egy sokkal kevésbé neutrongazdag folyamat. Ugye ez az arány nagyon érzékeny arra, hogy milyen neutrongazdag folyamatról beszélünk, és azt láthatjuk, hogy ez itt a széles sev, ez a bevett értékek alapján számolt arány. Ez a szagatott sev pedig egy nagy mértékben vitatott, de azért mégse teljesen áldobható mérés. És azt látjuk, hogy ez egy az egyben találkozik a két neutroncsillag összeolvadásánál az utólagos fűtéses modellel. Tehát gyakorlatilag majdnem bizonyítékot nyertünk arra, hogy hol jöhetett létre az utolsó R folyamat, ami beszennyezhette a naprendszerünket. Természetesen borzasztó sok bizonytalanság van még így is, de ez már annyira precíznek tekinthető, hogy legalább nagyságrendi képünk lehet arról, hogy igen, ez képes létrehozni az R folyamatot. És ez szinte biztos, hogy egy mérsékelten neutrongazdag folyamat hozta ezt létre, és nem a legnagyobb neutronszámmal rendelkező folyamatok. Tehát összességében én arra bátorítok mindenkit, hogy lelkesedjen és érdeklődjön a nukleáris asztrofizika iránt, mert én nagyon sokat tanultam ebből, és nagyon örülök, hogy egy ilyen kutatócsoportban vehetek részt, és köszönöm szépen a figyelmet.